Nem túl rózsás a hangulat a Fátum Nyíregyházánál. A női röplabdások az elmúlt fordulóban kikaptak Gödöllőn, és bár a nemzetközi kupában jól játszottak Szerbiában, ott is vereséget szenvedtek. A nyíregyháziakra a héten két újabb bajnoki vár, előbb pénteken hazai környezetben a TF, majd idegenben az Újpest ellen. Továbbra is elég morális letargiában van a társaság, mindent megteszünk azonban, hogy felrázzuk a lányokat. Az edzéseken is olyan gyakorlatokat végezünk, ahol az önbizalmukat, a hitüket visszanyerjék. Én bízom benne, hogy már csak azért is, mert a TF most jelen pillanatban azért erre a bajnokságra meggyengült. Én azt gondolom, hogy itthon mindenféleképpen nyernünk kell, de hát ugye a vasárnap az nyom minket, mert ott idegenben játszunk az UT-val, akik dobogóért harcolnak. A Fátum Nyíregyháza jelenleg a 8. helyen áll a tabellán, míg a hétvégi ellenfelek közül a TF a 7., az Újpest a 3. A csapatban mindenki egészséges, a korábban sérült Darlen Ramdin is bevethető. Neki a derekával voltak gondok, de már rendbe jött. A jövő héten a Challenge Kupa visszavágóját rendezik a Bemiskolában, amikor a Stara Pazova érkezik a Szabolcsi megyeszékhelyre. Az első meccset 3-1-re a szerbek nyerték, így ők várhatják előnnyel a visszavágót.